Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és a mai adásban azt mutatom meg nektek, hogy mit érdemes megnézni egy nap alatt Barcelonában. De ha nem sietek nagyon, ez a program egy hétre is elég. Társaim lesznek Robi, aki jellemzően a kamera másik oldalán lesz majd, de időnként át fogom rángatni ide is, valamint Egon, a Vodafone Red szülinapi nyertese, aki ezt a barcelonai utazást kérte a Red asszisztensektől szülinapi ajándékba. És régi barátja, Andrea. De vártam már, hogy újra elmondhassam ezt a fejkonfot. Igen, mert tavaly ugye volt már egy rakás közös utunk a Vodával, és jó alaposan megnéztük, hogy mi látnivalóval Rómában, Párizsban, Firenzében, Madridban, Londonban és az északi sarkörön, meg persze Andalúziában. Most meg újra itt vagyunk és forgatunk, méghozzá nem is akárhol, de Európa egyik legmenőbb városában. Autózzunk egy kicsit! Most akkor vegyük át még egyszer, hogy mennyire számítottál erre a nyereményre? Semennyire. Az előbb sokkal hosszabban fejtetted ki, és az érdekesebb volt, csak nem volt a kezemben a kamera. Szóval, hogy azt hitted, hogy csak csókosoknak van ilyen, de... De most ezt ne vegyük már fel. De miért? Hát ez egy teljesen normális ember érzés. Azt gondolnánk ugye, hogy ilyen utakat csak azok nyernek meg, akik a rokonai a nyereményjáték szervezőinek, de nem. Te nem vagy rokona a nyereményjáték szervezőinek. És mégis nyertél. És mégis. A napot kezdjük egy jó kis reggelivel. És az van ezzel a helyen, azt kell tudni a négy macskáról, hogy ez Picasso-nak volt a törzshelye, ez az 1800-as évek végén nyílt négy tulajdonossal, amiből három festő volt, és igazából senki sem értett az üzlethez, mert mindenkit ingyen hívtak meg, meg diszkontárakon, úgyhogy 4-5 év után tönkre is ment a hely, és csak az 1900-as évek végén nyílt újra, úgyhogy körülbelül 120 éves, és abból olyan 20 évet üzemelt, de hogy mégiscsak ez volt Picasso-nak meg Gaudinak a törzshelye, és van itt egy bringa valahol a falon. Az El Squadra Gazzfalán található képen a négyből két tulajdonos látható, ahogy közösen tekerik a tandemet, ezzel is utalva arra, hogy együtt könnyebb, rajta meg egy felirat, ami kb. Annyit jelent, hogy nem lehet hátrafelé bringázni, ezzel utalva arra, hogy csak a tradíciókra fittyet hányva, előre tekintve érhetően fejlődés a művészetben. Agyfasz kapnának, ha látnák, hogy majdnem 100 évvel a nyitás után sikerült egy az egyben újra felépíteni azt, amit ők hoztak létre 1897-ben. Kis dumálás után nekiálltunk az abálásnak, és abba se hagytuk, amíg be nem faltunk mindent. És az van, hogy amikor forgattuk a tavalyi videót Madridban, akkor még tudtam ennek a paradicsomos ízének a nevét, amivel megkedik a szendvicset. Most már nem tudom, de az van benne. És itt a sajtárunk is, de jó. Mert ezt még rendeltünk pluszban, az nincs a menüben, de ellenben nagyon jól néz ki. Most megyünk a katedrálishoz, ahol egy újabb érdekfeszítő történetet fogunk megosztani kedves nézőinkkel, illetve én kedves nyerteseinkkel. Meg Robi, veled is. Mindannyian meghallgathatjátok. Tele van horrorisztikus elemekkel, meg váratlan isteni közbeavatkozással. Fantasztikus az egész. De előtte még beszéljük át a legfontosabb tudnivalókat a városról. Barcelona, Katalónia fővárosa, a földközi tenger partján fekszik. Területe 636 négyzetkilométer, lakosság száma 1.615.908 fő. Biztos, hogy nem 909? Tuti. Mindegy, Barcelona baromira nem erről szól. De tényleg, Barcelonát lehetetlen elmondani adatokkal, vagyis egyáltalán mégis. A reptéren több mint 30 millió turista fordul meg évente, ez Európa egyik leglátogatottabb városa, a következésképp iszonyú tömegnyomor tud váratlanul kialakulni, de ne aggódjatok, a turista réteg alatt most is ott van az eredeti Barcelona feeling, csak le kell kaparni róla az esernyőket, az idegenvezetőket és a hűtőmágneseket. Például úgy, hogy jókorán kimentek az utcára. Barcelona belvárosában vagyunk, konkrétan a legfrekventáltabb részen, és 9 óra 30-kor így néz ki ez a város. Tehát mindenki álmosan dörzsögeti otthon még a csipákat, és nem igazán érkeztek meg, vagy akinek muszáj kilépni, az már a munkáján robottól. És ilyenkor még tök üres az egész hely, úgyhogy minimális esély van arra, hogy kirabolnak minket. De az élet sem indul be ilyenkor igazán, úgyhogy azért, hogyha valaki át akar érni ezt a feelinget, akkor 11 előtt ne nagyon jöjjön az utcára. Na de térjünk rá arra a horror sztorira, amit belengedtem nektek isteni közbeavatkozással és a többi extrával. Ez itt mögöttem a barcelonai katedrális, nem a Sagrada Familia, hanem a régi egy ilyen gótikus építmény, amit Szent Eulaliának, ugye Robi, Eulaliának ajánlottak, ő egy híres barcelonai szent volt, vagyis egyetleg nem volt szent. A római időkben védte még a város a rómaiaktól, akik aztán elkapták őt, és mesztelenül kirakták a főtérre, hogy így alázzák meg. Igen ám, de Isten ekkor hóesés bocsátott a városra tavasszal, ami eltakarta az ő mesztelenségét, viszont a rafkos rómaiakkal nem lehetett ilyen módon kiszúrni, ezek után a szentet, vagyis hogy ezt a lányt berakták egy hordóba, amit átszurkáltak mindenféle késekkel, és ezt a hordót legurították egy domboldalon. Nyilván ezután ugye mártír halált halt ez a szegény lány, és így lett szent, és aztán egy nap egy hatalmas katedrális is emeltek az ő emlékére. Egyébként állítólag a sírja az itt van a templom alatt valahol.
Szép történet, mi? Mondtam, hogy tele lesz horrorisztikus elemekkel. Az mindenesetre nagyon jó élményünk egyelőre Barcelonával kapcsolatban, hogy nem fizettük ki a gatyánkat, pedig órák óta itt vagyunk. Szóval tavaly is az ott bármelyik városában ilyenkor már olyan 200 eurónak a senkére vertünk. Ehhez képest itt ugye egy emblematikus helyen reggeliztünk, aztán bejöttünk a régi katedrálisból, ami tök ingyen van. A reggeli olcsó volt, úgyhogy lehet ezt bírni pénztárcával meggyőzni. De a Barcelonában jártok és van időtök, mindenképpen nézzetek ki a Ciutadella parkba, a helyi városligetbe is, ahol félmeztelenül pihennek a helyi erők, és ahol konkrétan papagájok szállnak egyik fáról a másikra. Nagyon komoly! Van itt valami, amit mindenféleképpen szeretnék megmutatni, szóval Botero Budapestre is ismert művész, mert 2011-ben volt már egy kiállítása a Szép Művészetiben, sőt, ha újra megnyílik, akkor majd lehet látni, hogy ahogy megyünk lefelé a ruhatár felé, ott a lépcső fölött van egy képe a mindenféle kövér izéket megfestő művésznek, és az a jó Barcelonában, hogy itt az utcán is van egy műtárgya méghozzá, ez a macska, ez a kövér macska, aminek ugye fel is lehet mászni a hátára, meg lehet húzni a bajszát. És hát látjuk, hogy Garfield hozzá képest csak egy amatőr kezdő, csodálatos. És olyan is van, hogy csak belebotlasz valamibe, amiről azt se tudod, hogy micsoda, de nagyon menőn néz ki. Próbáljuk megfejteni, hogy mi is lehet ez itt. Több verzió is felmerült, de mondjuk Picasso, aki ugye a városnak a híres lakója volt, ő imádott drótokból hajtogatni mindenféle dolgokat. Ha valaki még 2016 nyara előtt nézi meg ezt a videót, akkor menjen fel a Nemzeti Galériába, mert ott például ki van állítva Picasso-nak a drót lánya és a drót férfi, amit ő hajtogatott, és ekkora az egészen nagyon-nagyon kifejező. Meg ugye itt vagyunk a menekült ügyi hivatal mellett, aki a migránsokat támogatja, hogy le tudjanak telepedni. És ugye amellett egy ilyen drótkerítés az nagyon szimbolikus is lehet, és valószínűleg valami tök más a megfejtés, egy harmadik, de az a lényeg, hogy mi nagyon jól be tudunk magyarázni mindenféle megfejtést ebbe az installációba. Megfejtettük, minden másképp van, szóval van a katalánoknak egy ilyen, nem is ősi szokása, mert csak néhány éves, de azért ilyen emberi tornyokat építenek magukból, és ők már Budapesten is voltak néhány évvel ezelőtt, amit az Egy Nap a Városban blog nézőinek meg is mutattunk, szóval járják a világot, és így egymásban kapaszkodnak, meg csimpaszkodnak, és felépít belőlük egy torony. Na ez az ő emlékművük, úgyhogy a hármas számú verzió volt a helyes, se nem Picasso, se nem menekültek. Emberi torony. Szintén a városban található a Plaza de San Felip, ami főleg akkor jó, amikor gyerekek játszanak a házakkal körülvett kis téren, mert ilyenkor egyetlen pillanat alatt a Legyetek jók, ha tudtok díszletei közt találjátok magatokat. Vagy megnézhetitek a Barcelona pavilont, Mies van der Rohe csodálatos munkáját, amit az 1929-es barcelonai világkiállításra épített, és ami remekül önti üvegbe, csiszolt onyxba és márványba mindazt, amit a mester a modern építészetről gondolt. És amiként remekül szemlélteti azt a két fontos mondást is, amit rendszeresen szoktunk idézni tőle, csak nem tudjuk, hogy tőle származik, hogy a kevesebb néha több, és hogy az ördög a részletekben rejlik. Mondjuk, hogy nem azt mondta, hogy az ördög, hanem hogy az Isten rejlik a részletekben, de hát értitek. Egyébként ez az egész csak egy reprodukció, mert az egészet úgy, ahogy van, szétszerelték a világkiállítás után. Az 1981-ben rájöttek arra, hogy ez egy hihetetlen kortörténeti emlék, ami aztán meghatározta az egész modern építészetünket, úgyhogy újra felépítették az egészet, hogy örülhessünk neki. Pavilon őrült menő épülete mellett találjátok a Katalán Művészetek Múzeumát is, amiben az a durva, hogy pont akkor készült, amikor a pavilon. A historizáló építészet remek mintapéldánya ez, amikor valami olyat építettek fel, ami már rég nem volt. Budapest legtöbb látványossága egyébként szintén ez a kategória, most középkorinak vagy baroknak tűnő épületet húztak fel a kiegyezés után, és a jelek szerint Barcelonába is elfogta az építészeket időnként az elvágyódás a régi korokba. És ha már ennyit jártattuk a szánkat, nézzük meg a belvárost, a Ramblát, ahol a nem vigyázó beleesel a turista folyóba, leszívva a tabletfotózás örvény és kiköp magából valami kanárisba. Az első és legfontosabb helyszín a piac, a Boqueria, ahol a világ összes alapanyagát megkapod és szerencsés esetben fel is falhatod ezeket. El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Szezonban rengeteg itt és a Ramblán az ember, és az importzsebes is. Iszonyatosan vigyázzatok az értéktárgyaitokra, volt egy ismerősöm, akitől egy tőle jobbra álló ember beszélgetés közben lopta ki a bal zsebébe lapuló telefont. Iszonyú profi. Vázolom. Itt állt ő.
ide lépett hozzá ez a tolvaj, aki kilopta tőle ezt a telefont. Barcelonában mégis az a legmenőbb, hogyha nem vigyázol, egy óvatlan pillanatban a tengerparton találod magad. Parcakasz Barcelonetta kis utcáin keresztül tudod megközelíteni, és tényleg az van, hogy 2 percre a metró megállótól hatalmas homokos tengerpartot találsz, opcionálisan nudista stranddal. Ilyen menőségre egyetlen más nagyváros sem képes, mondjuk Barcelona sem volt mindig ennyire szupersztár, az 1992-es olimpia előtt rakták rendbe a parcakaszt, hogy leessen tőle az állad. És le is esik. Erre inni kell. Sé, Barcelona azért nagyon jó, mert sétálsz, és egyszer csak ott állod magad a tengerparton, ahol ilyen szangriát, amiről azt kell tudni, hogy ezt elvileg csak a tölthetek? Köszönöm. Igen, a prostó turisták iszák, a helyiek nem annyira, de mi remekül érezzük magunkat ebben a szerepben, és itt a tengerparton megisszuk ezeket a szangriákat, igaz? Így van. Egészségedeket. Egészség. Éljen, gratulálunk. Gratulálunk, Kebosz. Robika. Egészséget. Igen, szóval lehet, hogy ez paraszt dolog, de jó. Ha jól bepiáltál, muszáj enni valamit, mielőtt a napsütés teljesen kicsinálna, és részegen fetrengve kaparnál a túlélésért a parton. Szerencsére Barcelonettában erre is van lehetőséged, a Bombettában autentikus körülmények között tudod betolni a világ legjobb tapaszait elfogadható árakon. Mindent kirendeltünk! És azt is érdemes szem előtt tartanunk, hogy borra valót nem nagyon kell adni Spanyolországban, ilyen 5% maximum, hogyha nagyon jó fejek akarunk lenni, de annál többet akarunk adni, akkor nagyon furán néznek ránk, hogy mit akarunk tőlük. En cada montaña yo dibujo dos ojos de ti. Az imént átmentünk az üzemmódba, ami azt jelenti, hogy egy kis ideje már csak annyit tudunk mondani az újabb ételekre, hogy... Ahogy Robi elárulta, vagy Robi megállapította, hogy ugye a katalán krém az pont olyan, mint a crème brûlée, ezt nem érdemes itt Barcelonában mondani, mert megölnek minket. Mert ugye mindkét ország azt gondolja, hogy ezt ők találták ki, a katalánok. Katalán krémnek hívják éppen ezért a franciák meg crème brûlée-nek. Nagyon hasonló, csak ebben narancs van. Extrémen finom. Na, már is egy szavazat Barcelonának. Láttam, hogy nem megy a elfogyasztás, és gondoltam, hogy segít. Mi vigyázunk rá, igen, a vonalat. Mindenre nem kell megenni. De most esünk neki annak, amiért mindenki Barcelonában jön, esünk neki Gaudí csodálatos épületeinek, hogy ezekben megfáradva faszábbnál faszább kajádákban kössünk ki. Szóval a legfontosabb alapszabály, az összes turista és az összes Barcelonában azt jelenti, hogy hú, de kurva sok, el akar jönni a Sagrada Familiához, ami rettenetes szívást tud eredményezni a jegypénztárak előtt, de ezt el tudod kerülni, ha előre veszed meg a jegyet a neten. Az áralapból 15 euró, kilátóval 29 euró, utóbbit viszont kihagyhatod, aligat valamit az élményhez. Viszont érdemes kezdése 9 órára jönni, mert akkor még úgy tudtok bent lenni a templomban, hogy nem érzitek majd halkonzervben magatokat. Érdekes tények. Gaudí tervezte. Aki tervezett egy rakás más fantasztikus épületet is, de élete utolsó 15 évében már csak ezzel a templommal foglalkozott, amíg el nem ütötte a villamos. Viszont addigra annyira a Sagrada Familia töltötte ki már minden gondolatát, hogy a ruháját zöld penész lepte, a cipője cukkini gyökerekből készült, és a hullaházban kiderült, hogy az alsó nadrágját biztosító tű tartotta össze. Szóval eléggé mániákus volt. A templom elég régóta épül, egészen pontosan 1882 óta, és tény, hogy Gaudí mindent újra és újra átgondolt, meg 20-szor áttervezett, éppen ezért, amikor meghalt, még csak egyetlen torony és a keleti kapu állt pont ez itt mögöttem. Pályatársai szerint egyébként kérlelhetetlen maximalista volt, ami azt jelentette, hogy vagy igazat adtál neki, vagy megölted. Más választásod nem volt. Amit tök jól szemléltet a homlokzat tervezése. Ide ugyanis csörlőkkel felhúzatott egy szamarat, hogy lássa, jól mutat-e majd ott kifaragva az állat, és felrakatott néhány elaltatott szárnyas, csirkét, pulykát is, hogy az apró szentek halott gyerekeinek kompozícióját kitalálja. De Gaudinak volt a legmenőbb érve a ködbérezés ellen valaha. Az én kliensem Isten, már pedig Isten nem szért. Hát ja. Ez az egyetlen még ma is épülő emlékmű a világon, ami 2025 előtt nem lesz kész, addigra meg már több mint 140 éve tart az építkezés, bár ha belegondoltok, a Szent Péter Rómában 120 évig, a Notre Dame Párizsban meg 180 évig épült, szóval a templomok már csak ilyenek. Ez meg az egyik legnagyobb lesz a világon, és nem csak Gaudinak, hanem a szecessziónak és a kubizmusnak is ez lesz a legizgalmasabb műemléke, valaha. A befejezéshez egyébként már csak 8 milliárd forint hiányzik, ami stadion mértékegysége mérve egyszerűen láthatatlan, pedig a java csak ezután jön, ugyanis felépül még 10 torony a mostani 8 mellé, és egy bazi nagy középre, ami 170 méter magas lesz, és ami mellett majd eltörpülnek ezek. Sokan egyébként ellenzik az építkezést azért, mert csak kb-ra lehet tudni, hogy Gaudí mire gondolhatott. A spanyol polgárháborúban ugyanis megsemmisítették a terveket, meg a maketteket, és ezeket próbálták rekonstruálni, több-kevesebb sikerrel. George Orwell az 1900
1984 szerzője eleve utálta. A világ legszörnyűbb építményének nevezte, és remélte, hogy a polgárháborúban majd lerombolják. Dali félelmetes és ennivaló szépségként hivatkozott rá, amit üvegbúra alatt kéne tartani. Le Corbusier és Walter Gropius, a modern építészet atyai meg azt állították, hogy vagy félbe kéne hagyni az építkezést, vagy modern építésznek adni a befejezést, aki saját elképzelései szerint dolgozik tovább, hogy egy élő, valóságos templom épülhessen, ne csak egy ki tudja milyen tervnek a szolgai másolata. Tény, hogy Gaudi tele volt spontán ötletekkel, mindig változhatott a koncepción, amihez nem élik ez a statikus, fantáziátlan befejezés, ezért is állította azt a Guardian az egyik cikkében, hogy befejezés után szét kéne lőni belülről gépfegyverrel. Hogy ezzel is oldják az elkészült templom számítógépes precizitással megalkotott hibátlanságát, halottságát, ami teljesen szembe megy Gaudi spontaneitásával, szellemiségével. Minden esetre az építkezés gőzerővel halad, főleg mióta Freddie Mercury 1992-ben elénekelte a Barcelonát, amivel megérkezett egy rakás turista. Meg amivel megérkezett a lóvé is, és az a helyzet, hogy tényleg kiadhatatlan helyszínről van szó. Eljössz Barcelonába, azt mondod majd, hogy nem nézed meg, mert túlságosan közhelyes, de valójában eljössz és hidat fogsz verni tőle. És felmehetsz a toronyba is, de erre költeni már tényleg nem érdemes, mert annyira nem menő a kilátás. És igazi harangok sincsenek egyelőre. De ez olyan, mint ha valami buddhista szerzetes ütné a kongot, nem? Szóval nem tipikus templom hangja van. Vagy csak közelről, nem? Ugye, ja, lehet. Nincs semmiféle kong, ez csak egy izé volt, hangszóró volt. Ne, idegesíts. Hát de látod, hogy hol van? Gyere, nézd meg. Semmi nincs ott. Az van rájban, hogy bózre. Hát tényleg. Megyünk lefelé, szóval azt kell tudni, hogy aki feljön lifttel, az lefelé gyalogolni fog, mert arra nincsen lift. Arra már nem volt pénz a 39 eurós belépőből, hogy le is tudjunk menni. Szóval érdemes feljönni a toronyba, hogyha nagyon-nagyon sok pénzünk van, mert felülről látjuk ugye az egész város, de valójában ilyen rácsok közül nézünk, mint a börtönben lennénk, szóval nem egy kiadhatatlan eleme a Sagrada Familiának a torony. De az van, hogy ez iszonyat para, szóval van ez az utolsó szakasz, ez a csiga lépcső, ahol az egyik oldalon van korlát, a másik oldalon nincs, és itt simán le lehet esni. És hogy nem az van, hogy egy kicsit lehet leesni, hanem egy olyan 30 emeletnyit. És még mindig sehol nem vagyok. Azt mondom, hogyha leesel, alapvetően érted, akkor egy fél emeletet fogsz esni. Nem, mert nem áll meg a testet, hanem gurulsz lefelé folyamatosan. De az bármelyik mozgó lépcső, vagy csiga lépcső megvan, és az ilyen kapszulába kell összeállnod, hogy végig zuhany nem tudom hány emeletet. Igen, de a lépcsőn gurulsz lefelé, mint egy jó Bújtor István filmben, amikor kiütöttem be. Igen, de hogy ez meg tud történni bármelyik csiga lépcsőn, szóval, hogy ez magának a konstrukciónak a hibája, nem ennek a templomnak. Aha, és merre? Nem engednek ki minket. Úristen, itt van vége az életünknek. Nem lehet kimenni, úgyhogy egyszerűen visszamész oda és kész. Igen. Szerintem valahol eltévesztett, mert ez a lépcső nem is úgy néz ki, mint ahol le lehet menni, szóval itt valószínűleg valamit eltévesztettünk. Nyissák meg ki ezt a rohadt ajtót. De nem nyitja ki, próbáld. Látod a nőnek a... Mutatta is, hogy menjünk vissza. Igen. Nem, ott itt is mutatja, hogy vissza kell menni. Mert hogy itt nem mehet. Na jó, menjünk ki. Na jó. Kösz szépen, hallod, a szívbajt hoztad rám, hogy szerintem egy ilyen 64 emeletet fel kell gyalogolni újra. Ezen a lépcsőn. A sok gaudizás szakítsuk meg egy kis ebéddel a Grácia negyedben. Hangulatos kis utcákon tudsz itt viszonylag turistamentesen bandukolni, és persze remek kajákat is tolhatsz ész nélkül. That 11:50, you have one starter, one main, drink and dessert. Okay. And 8:50 is the half menu. One plate, drink, dessert. Okay. Van napi menü is, de ami a legérdekesebb az, hogy a napi menü az 9 euróba kerül, ami nem olyan nagyon sok azért itt Barcelonában. De hogyha bent tesszük, akkor 7:50, mert a teraszon enni az drágább, mert ez egy kiváltság. Nincsen nagyon sok terasz, meg szabadtéri leülőhely, úgyhogy ezt külön meg kell fizetni, erre figyeljünk oda, amikor beülünk valahova enni. Vagy ha kiülünk valahova enni. Ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito, pa llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Úristen, mi van? Ez a kroket. Megint rendeltünk kroketet, mert tegnap annyira bejött, de ez most jobban néz ki, még, mint a tegnapi. De jó a guacamole, úristen. Ez ugye avokádóból készül. Na milyen? Fantasztikus. Meg igen? Az kategóriába kerültünk. Igen, de most egyből instant, nem? Tehát tegnap azért két-három fogásig bírtuk szavakkal. Csodálatos. Magában ez a nachos, és mennyire jó már. Jó, de ezt meg tudod venni otthon zacskóban, nem azt tudom. De mi volt az érdekes?
Nem ilyen. És az igazság, hogy az olívabogyóval viszont nem tudunk betenni, tehát lehet itt bűvészkedni, de egyszerűen kihoznak egy ilyen konzervből kinyitott olivát, és az annyival jobb, mint bármi, hogy azzal jól lehet lakni. És ezt egy csomó olyan ingyen adják egyébként. Itt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz. Bacalao. Nagyon szeretik itt délen. Magyarországon nagyon kevés helyen lehet lakni. Budapesten igazából csak a Tió Felipe nevű új helyen találkoztam eddig vele. De itt mindenki ezt tudja. Azért nagyon jó ez a hal, mert sózva el lehet rakni akármeddig, és aztán utána meg, hogyha kioldod belőle, akkor frissnek tűnik. Zseniális, nagyon jó. Nagyon karakteres is, szóval ez nem egy ilyen visszafogott hal. Robi mutatta, hogy erről is beszéljünk, mert hogy létezik a paella, mint műfaj, ugye, de az általában rizssel érkezik, és itt mondták, hogy ezen a tájegységem nem rizssel, hanem tésztán leszik. Ez vagy igaz, vagy arról van szó, hogy elfogyott a rizs. De nagyon jól néz ki. Persze nem nézte mindenki jó szemmel, hogy itt teszünk, álljunk gyorsan tovább. És ha jól telezabáltad magad, keresd fel a város legjobb fagyisát, ahol ha mázlid van, nincs sor, és nekünk elég alapos mázlink volt. Aztán együnk még egy kis édességet, valami helyi specialitást, hát ha sikerül meghányatni magunkat. Ez a churros, ez a zsírban kisütött sütemény lényegében. Szóval olyan, mint a lángos tészta, azt megszemik valamivel. És utána még belemártogatjuk csokoládéba. Fantasztikus, hízzal, megöl, de nagyon finom. Nagyon jó. De ha valaki azt gondolná, hogy a lángos tészta kisütve olajban, cukorral leöntve, Nutellában megtöntve, csokiba mártva, egy kicsit túlzás, akkor azt nagyon jól érzünk. Az az igazság, hogy már hányni tudnánk a fagyi meg a 75 fogásos taposzos ebéd után, de ezt ki kell próbálni egyszer itt járni. Vigyázz, ne csöppenjen! Milyen szépen kaptad be, Andi! Még barokkomra! Na, kicsit igen? Az a baj, hogy ezt csak egyszer tudjuk felvenni, tehát ezt fogjuk használni. Szóval? Na mondjad! Nagyon jó. Igen, nem kell. És most térjünk vissza egy kicsit még Gaudihoz, és az egyik leghíresebb házához, a Casa Batlóhoz, amit egyébként úgy kell ejteni, hogy Casa Batlló, és ami eredetileg a Batlló családé volt. Itt vagyunk a Casa Batlónál, és mint a sok hülye mi is beállhatnánk a sorba, de nem, mert előre megvettük az interneten a jegyet, mindenki tegye ezt. Elvegyünk a hülyék mellett, és már benne is vagyunk. Gyertek! Igen, és kaptunk ilyen kis szírszalokat, amikre azt hittük, hogy teljesen feleslegesek, de ez ilyen fél virtuális realitás, hogy ahova forgatom, ott dolgok történnek. Nézd, ott megy egy teknős, és hogy odafordul, ahol nézek. Szóval, hogy a csúcstechnika az betört a szecessziós művészetbe is. Úristen, az, hogy mászkálunk össze-vissza az épületben, és tudtuk, hogy mennyire jó lesz, ehhez képest folyamatosan leesik az állunk, és nem hiszik el. Nézzük már körül, hogy ez mennyire zseniális. És az a helyzet, hogy nem csak mi ájultunk el ettől az épülettől, hanem még maga Salvador Dali is, aki mindenféle hullámokhoz hasonlította ezt a házat, és kb. 30 féle jelzőt rakott mellé, és egészen lázba jött attól, hogy mennyire jól néz ki az a Casa Batlló, és most ugyanezt éljük át, minden egyes teremben ledöbbenünk tőle, mindenképpen el kell ide jönni. Veszünk egy mosdót, és azt gondoljuk, hogy valami rajmenő dolgot vettünk, ami a 21. század gyermek, akkor egyszer csak észrevesszük, hogy Gaudi ezt már 100 éve megtervezte. A Batlló után megnézheted az 5 percnyire található Casa Milát, Gaudi egyik legérettebb művét is, amit akkor tervezett, amikor a környezet egyre inkább elfordult tőle, és a világ is már inkább csak egy hóbortos, fura alaknak, mint meg nem érte Jenny-nek találta. Csodálatosan olvad egybe a természet és az építészet a barlangokkal szaggatott hegyre emlékeztető homlokzaton, amit kiviteli terv nélkül készítette Gaudi. És ha már a városban vagytok, ki ne hagyjátok a Hospital de São Pau-t, amiről alig néhányan hallottak, pedig csak 5 percnyi sétára van a Sagrada Familiától.
Az 1900-as évek elején épült kórházegyüttest a Montaner nevű fantasztikus szecessziós építész tervezte. 2009 óta már nem üzemel kórházként, de a csodálatosan felújított pavilonokban meg tudod nézni, hogy miként gyógyultak itt 100 éven át a betegek. Hihetetlen helyszín, lenyűgöző az egész. És ha már kezd eleged lenni Gaudiból, akkor irány a Güell Park, amit persze megint csak Gaudi tervezett, és ami eredetileg egy lakóparkszerűség lett volna, de csak ennyi készült el belőle. Mindegy, menőség. Szóval aki azt gondolná, hogy eljön Barcelonába és bemegy a Güell Parkba, mert az egy park, ugye csak úgy besétál, hát ez nagyon-nagyon téved, mert ide is jegyet kell venni. És nem csak egyszerűen jegyet kell venni, hanem időpontra kell megvenni azt a jegyet. Amit ugye a többi helyszínen tudtunk, itt balga módon ezt elfelejtettük, és hogyha ide jövünk, este, arra számít, hogy legkésőbb akkor simán besétálunk, hát nem akkor is sorok állnak itt, és egy ilyen fél órát simán várni kell, ahhoz képest, hogy megvettük a jegyet. De se baj, mert van ingyenes része is ennek a parknak. Mászhatunk felfelé, mint a szamarak cipekedve, és váratunk arra, hogy egyszer csak meglátunk valami érdekes, de itt van például ez az építmény, ami Gaudihoz kötődik, és ezt már ingyen megtekintetjük. Velünk van, aki röhög, vagy nem velünk van? Velünk van. És Andi azóta is kiválóan röhögött hátul azon, hogy operatőrünk majdnem pofára esett. De nagyon is. Sajnálom, ez egy rossz tulajdonságom. De te az ilyen Benny Hill-es vigyátékokat szereted leginkább, ugye? Meg a Chaplin. Csak az angol humor. Ezt a parkot Gaudi eredetileg lakóparknak szánta, csak aztán nem készült el, vagyis összesen körülbelül ennyi van kész belőle, bocsánat, belegyalogoltam egy képbe, szóval, hogy még két épület épült meg, meg ezen kívül egy csomó szép műemlék, amivel kapcsolatban nyilván azt gondoljuk, hogy ide jövünk, aztán kényelmesen megnézzük őket, és való igaz, hogy be tudunk botlani mindenféle érdekességbe, csak a valódi helyzet az leginkább ilyen. Igen, tele van minden turistákkal, mindenhol nagyon sokat kell várni. Ha be akarunk jutni ebbe az épületbe, akkor is 45 perc a várakozási idő innentől kezdve, pedig alig 20-an állnak sorba. Nagyon kevesen férnek be, ezért kell ilyen sokat várni, és nem is biztos, hogy megéri, mert odabent igazából nincsen semmi, csak egy tök üres kiállítótér. Szóval csak akkor várakozunk itt 45 percen keresztül, ha nem tudjuk jobban eltölteni az időnket Barcelonában, de azért erre számos lehetőségünk van. Csak Montserratot akartuk megnézni, amikor észrevettük, hogy az egyik parkoló Renault-ból dől a füst. Az elsők voltunk a helyszínen, néhány spanyol turistát megkértünk, hogy hívják a tűzoltókat, aztán ott maradtunk megnézni, hogy mi történik. Szóval kigyulladt itt egy autó konkrétan, és a helyi spanyol erők már hívták a tűzoltóságot, hogy valamilyen módon oltsák el, de hogy a lángok egyre nagyobbak, és hogy ennyire vagyunk attól, hogy az autó felrobbanjon ott. Úgyhogy a kedves kis városnézésből, meg templomnézésből egy ilyen akciófilmbe csöppentünk hirtelen bele. Megérkeztek a rendőrök, akik valamilyen módon majd megpróbálják eloltani a járművet. Jó, de ugye... Jöjjünk át ide, hát ha... De nekik ugye van? Hát nem tudom, hogy miük van, ők nem tűzoltók, hanem rendőrök, de valamit hoztak magukkal. Van nekik atya úr... Oltójuk? A kiérkező rendőrök meg is kezdték az oltást a kis kézi oltóikkal. Képen látható Renault tulajdonosainak nem ez lesz életük legjobb napja. Viszont a rendőrség igen gyorsan reagált, mert körülbelül 3-4 perc ezelőtt értesítették őket. Csak hogy nem sikerült megoldani a problémát. Ezt a... azzal a szarra. Ugye 1000 méter magasan vagyunk, és ugye alattunk meg a tengerszint, úgyhogy ameddig ide felér a tűzoltóság, hát azért az idő, szóval addig le tud égni itt egy rakás autó. De hogy megint csak nem állunk jó helyen, és a rendőrök is úgy nézem, hogy feladták. Micsoda akciók, micsoda izgalmak, és milyen szomorú apropó a bejelentkezésre. Tegyük hozzá, hogy itt a rendőrök mindenféle védőfelszerelés nélkül rohangálnak oda, ahova én semennyi pénzért nem mennék, és kérdés nélkül, amint jön egy porraloltó, oda rohangálnak és elkezdik oltani, csak ugye nem nagyon megy, mert hogy a motorházszető az csukva van és az alatt ég, szóval igazából csak a felcsapó lángokat tudják mérsékelni valamelyest. De most idegesen elkezdtek integetni, hogy odébb-odébb, ami nem jó jel, nem. A helyzet nem sokat javult az elmúlt percekben, annyi történt, hogy már a Renault melletti autó is ég, és ugye kezd tovább terjedni a tűz, plusz a Renault-ból ilyen hatalmas lángok csapnak fel, és időnként kidurran egy gumia nyilván a nagy hőtől, de nem vagyunk továbbra se szakértői a témának, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi várható, de semmi jó. És egyébként itt lezártak mindent a rendőrök a környéken, szóval most már senki se kisebbe, úgyhogy ha esetleg
Még gondolkoztunk volna azon egy 10 perc, hogy meglógunk, akkor ezt a gondolatot elhesegettük magunktól, mert innen már nem jutunk ki, csak amikor eloltották ezt a tüzet. 92-ben, amikor itt jártam, az idegenvezető mesélte nekünk, hogy az egész hegyet sikerült felgyújtani helyi szadistáknak. Összefogdostak az állatokat az erdőből, leöntötték őket szúrokkal, és utána szabadon engedték, miután meggyújtották őket. És az a szerencsétlen állatok, ahogy futottak végig az erdőn, hát felgyújtották az erdőt. Úgyhogy... És most itt vagy megint, és megint... És most itt vagyok megint, és most megint tűzzel kapcsolatos. De figyelj, basszus, mi van, hogyha itt kigyullad az erdő? Mi meg itt vagyunk fent a hegy tetején. Itt ebben a csíkben csak meleg lesz. Most kezdtem el végig gondolni, hogy egyetlen lejárat van, érted? Egyetlen út lefelé. És hogyha itt elkezd égni az erdő, akkor nem fogunk tudni lemenni. Tényleg. Tehát egyáltalán nem vicces az, ami itt most történik, és akkor felszorulunk oda a hegy tetejére a makákókkal, érted? És akkor gyökereket meg cserjéket kell ennünk majmokkal, ameddig el nem éget minket az erdőt. De egy hét alatt lemegy. Ezért nagyon durvák a rendőrök, mert most érkezett valaki, aki jelezte, hogy ott áll nagyon közel a lángoló autóhoz, és nem az volt, hogy megvonták a vállukat, hogy így járt el öcsi, hanem elkérték a kulcsát, bepattantak az autóba, és kihozták neki. Fantasztikus emberek. De nem? Tehát, hogy tényleg annyira heroikus itt áll, és látni, hogy ők oda mennek mindenhova, és mentenek, ahol tudnak. És megjött a tűzoltóság, meglátjuk, hogy mire mennek a lángoló autókkal, de még épp időben, mert nagy robbanás nem történt. De azt nem mondom, hogy nem jól siettek. A tűzoltók profik voltak. A komolytalan eszközökkel heroikus küzdelmet folytató rendőröket leváltották, és nekiálltak az oltásnak. Néhány perc alatt megfékezték a lángokat. Vegyük észre, hogy a szolidaritás mennyire fontos dolog, és az, hogy mindig gondoljunk arra, hogy kinek hogyan tudunk segíteni, mert lehet, hogy egyszer majd a mi autónk gyullad ki, és akkor mennyire jó, hogy az adót befizettük, és van néhány hősies ember, aki kijön és megpróbál segíteni. Úgyhogy miközben a hétköznapok során, micsoda egy köszés fordulat, szóval miközben a legtöbbször azt gondoljuk, hogy a kárba vész az a sok befizetett összeg, és az én adómból ne csináljanak semmit, hát ilyenek is kijönnek belőle. Most inkább csekkoljuk a kolostort, ami valami hihetetlen. Montserrat két dologról is híres, egyrészt itt van Európa legrégebbi fiókórusa, másrészt meg itt van a kis feketének hívott szobor Szűz Máriával és Krisztussal, amit a legenda szerint maga Lukács apostol faragott ki, Szent Péter hozott ide. Aztán amikor a mórok a 700-as években betörtek az Ibériai félszigetre, akkor került fel ide a szobor a hegy tetejére, ami aztán valahogy 150 évre mégiscsak eltűnt, majd egy nap egy pásztor elkezdett mászkálni a hegyek között, valamiféle énekszót hallott, meg fénysugarat látott, bement egy barlangba, és ott volt maga a szobor. Ez már bőven elég ahhoz, hogy a katolikus egyház erekjeként tekintsen rá. Egyébként a hely az valami fantasztikus, és körülbelül csak annyiban különbözik Assisitől, hogy sokkal kevesebb ott bent a Giotto, de ennek köszönhetően sokkal kevesebb a turista is, szóval sokkal-sokkal jobban érezzük itt magunkat. Továbbra sem tudjuk megfejteni, hogy miért gondolták, hogy ide építenek egy ilyet. Mármint hegytetőre építeni ilyen kis remete lakókat, annak van logikája, hogy az ember elvonul a természettől, meg a társadalomtól és a gondolataiba temetkezik. De hát nézzük meg, hogy azért ez itt egy kisebb panelház mérete. Tehát, hogy itt azért nem vonulunk annyira el. Oké, hogy van egy saját kis cellánk, de hogy a szomszéd szobában, hogyha valaki körmöli a kis lexikonját, akkor azt is halljuk, ugye, vagy felhívják telefonon, vagy mit tudom én, szóval. Azért ez baromi nagy. Pannonhalma Deluxe. Aztán amint végeztünk, elindultunk visszafelé, hogy megnézzük, mi maradt a tűz után. Az eredetileg lángra kapó Brunót azt már elszállították, de ebben is látszik, hogy milyen jól dolgoznak, hogy innen a hegy tetejéről pikpak elvitték. Éppen csak felmentünk megnézni az apátságot, jöttünk vissza és már sehol. De itt a másik autó, ami szintén lángra kapott, ugye a Renault kezdett el égni. És hogy átterjedtek a lángok erre a szegény Toyotára. Nézz oda, hogy ilyen rugó darabok kiégtek belőle, meg mindenféle alkatrész. Ha értenénk az autószereléshez, most elkezdenénk elemezni a nyomokat. A CSI, és megmondanánk, hogy pontosan mi történt, de fogalmunk sincs az a helyzet. Gyere egy kicsit, nézd meg, hogy a műszerfalból semmi nem maradt. És ott látszik, hogy a légzsák az kidurrant egy pillanatra. Üzeg az beszakadt. Az a mázli, hogy a benzintank az nem robban be. Bár állítólag azok nem robbannak csak úgy be maguktól, szóval csak a filmekben szokott lenni, hogy lángra kap egy autó, inkább hosszadalmasan kiég.
Hát nincsen tanulsága a mai műsorunknak, nem tudok mit mondani, mert ugye fogalmunk sincs, hogy miért gyulladt ki a Renault. Robi, tudsz valamit mondani, hogy mire figyeljünk oda? Nem. Figyeljünk oda egymásra. És ha eljött az este, és kellően elfáradtál, és szeretnél valamit tapasszerű tenni, de mégsem csak tapaszt, akkor látogass el egy baszk tapaszbárba. Szóval ez egy pincsobár, ami azért zseniális, mert nem kell senkivel se beszédbe elegyednünk, csak elveszik onnan a pultról azokat a kajákat, amik megtetszenek nekünk, és akkor elkezdjük falni őket. És a fizetés az úgy történik, hogy összegyűjtjük ezeket a kis hurkapálcikákat, és ez alapján a végén kiszámolják, hogy mennyivel tartozunk nekik, és tudom, hogy mi jut mindenkinek ugye Magyarországon az eszébe, hogy ezeket a hurkapálcikákat el is lehet tüntetni, meg el lehet dugni, de ne tegyünk ilyet, hogyha ők bíznak bennünk, ne romboljuk le ezt a bizalmat, és fizessük. Főleg azért is, mert nem nagyon drágák ezek a kis falatják, ilyen 1-1,5 euróért lehet több dolgokat kapni, és néha kínálják a frissen készült falatkákat. Different from tapas, pinchos is mini brochette and is typical from Basque country. És ez, ami itt van a tányéromon, ez 1, 2, 3, 4, 5, ilyen 7,5 euró, ami nem nagyon sok ahhoz képest, hogy szinte jól lehet lakni vele, igaz-e? You have vegetarian, you have chicken, you have fish, you have pig, cheese, very different moments. And the people come here and take one drink. And 3-4 pinchos. Usually 3-4? Yes, 3-4-5 after come in the restaurant. Sokszor a pulthoz sem kell elhúznod magad, mert kb. 5 percenként készül egy tál friss pincsó, amit a pincérek vagy a tulajdonosok hordoznak körbe a helyeken. It's typical from Mallorca, Iceland. It's sympathetic. Nice? Yeah, good. Trying. Az este persze itt baromi osszul. A város tele van jobbnál jobb éttermekkel, mondjuk beférni egyikbe sem túl könnyű. Mindenhol nyüzsögnek az emberek, és ott van a tenger, amit este is kötelező megnézni. Robival nekivágtunk az ország rész maradékának, de annyira, hogy rögtön át is léptük a határt, és Andorrában találtuk magunkat. Ez Európa legnagyobb törpe állama, ami szerintem valamiféle oxymoron, na mindegy, az a lényeg, hogy van nála egy csomó kisebb törpe állam, és ez annyira nagy, hogy városok vannak benne, meg hegységek, és a városok között vannak ezek a hegységek, szóval egy csomót tudsz benne utazgatni annélkül, hogy véletlenül a másik végén találnád magadat. Egyébként a lakosság jellemzően katalán, vagy legalábbis Andorra azt állítja magára, hogy katalán, ehhez képest a katalánok itt azért kisebbségben vannak, mert egy kicsivel több spanyol él az országban, és vannak még nagyon sokan a portugálok is. Érdekes módon a franciák, akik ugye szintén az állam tulajdonosai, azok egészen kisebbségbe szorultak, ilyen 7-8%-a a lakosságnak francia. A portugálok is többen vannak nála. Náluk. Andorrát egyébként 76 ezeren lakják, és a születéskor várható élettartam 83 év, ami iszonyabb menőség, főleg a nőknek, mert ők 86 évig élnek átlagosan, míg a férfiak csak 80 évig, és ez valószínűleg annak is köszönhető már, mint ez a hosszú élettartam, hogy itt baromi tiszta a levegő, reggel kimész a házad elé, és valószínűleg valamilyen kis patak fog folydogálni előtted, meg körülvesznek a hegyek, meg az ergék. Egyébként ez a két dolog nagyon-nagyon jellemző Andorrára, már mint hogy minden tele van patakokkal, meg folyókkal, és emiatt aztán baromi sok vízi energia van az országban, amit el is adnak a környező országoknak. Ez az egyik fő bevételi forrás, a másik meg persze a turizmus, ami korábban főleg abból származott már, mint ez a turisztikai érdeklődés, hogy az ország vámmentes volt, meg ilyen kis adóparadicsom is. Na most a vámmentesség mostában már ugye nyilván nem annyira érdekes, miután a körülötte lévő, az Andorra körül található országok is mind vámmentesek az Európai Unión belül. Viszont itt vannak ezek a turisztikai adottságok, amikre három nemzeti park is építette a tevékenységét. Ezekben zergéket nézegethetsz meg, havasi gyopárt ugye, lehet látni, hogy ott fölöttünk a hegycsúcson még hó is van, mert vannak 3000 méteres csúcsok is, és a hóhatár nyáron olyan 2500 méter környékén van. Szóval az emberek idejönnek, megnézik a mindenféle élőlényeket, amik futkároznak össze-vissza itt Andorra környékén, meg a növényeket, amik csak úgy kinőnek a földből, és ebből származik a bevételnek a 80%-a. Az andorraiak a hegyeknek is köszönhetik a függetlenségüket, hiszen értitek, egy csomó fura ember körbezárva nagy sziklákkal, a kutya nem akarta meghódítani őket a szomszédos államok közül, meg azt is tegyük hozzá, hogy az andorraiak is nagyon-nagyon raffkósak voltak, ugyanis társhercegséget hoztak létre, ami azt jelentette, hogy a franciák és a spanyolok közösen uralkodhattak felettük, úgyhogy közben megőriztek az önállóságukat, és ugye ahhoz, hogy bármelyik a hatalmába kerítse ezt az országot, ezt a kicsi földterületet, ahhoz háborúznia kellett volna a másikkal. Úgyhogy gyakorlatilag évszázadok óta egy francia herceg és a Ruprechti érsek, nem Ruprechti, majd utána nézek a nevének, közösen látja el Andorra fővédnökségét társhercegség keretein belül.
igaz, hogy most már nincsen ugye Franciaországban hercegsége, ami azt jelenti, hogy a francia államfő az egyik társhercege ennek az országnak. Úgyhogy ha valaki baloldali politikus Franciaországban és hatalomra akar kerülni, és mondjuk gyűlölni a feudalizmust, akkor jobb, hogyha odafigyel, mert óvatlanul és váratlanul egy Andorra nevű országnak lesz a társhercege. No. No. Manu, ungaro. Accent italian. Si? Tehát ezek a kedves emberek most az előbb kihallgatták azt, amit Andorráról mondtam, és persze egy büdös szót nem értettek belőle, de az igazán érdekes az, hogy megpróbálták megfejteni, hogy én honnan jöttem. És voltak tippek, és Olaszország volt a legerősebb tipp, mert hogy állítólag a magyar úgy hangzik innen a katalán Andorrából nézve, mint hogyha olasz lenne, ami nem is tudom, hát nyilván valakinek hízelgő, valakinek meg nem annyira. Szerintem azért ennél sokkal rosszabb összevetések is lehetnének. Még az itt álló úr megjegyezte, hogy olaszok mégsem lehetünk, ha egyszer magyarok vagyunk, ami egyébként egy nagyon elmés gondolkozása van. És valamiért azt hiszik itt Andorában az emberek, hogy a Magyarország meg Olaszország az nincs jóba egymással, mert egy csomó háborút vívtunk, amiről én nem tudok, persze volt olyan, hogy nem ugyanazon az oldalon álltunk például az első világháborúban, de azt gondolom, hogy a magyar történelem legnagyobb ellenfele az semmiféleképpen sem Olaszország. Hát minden esetre itt legalábbis két fő jelenlétében tartja magát ez a nézet, úgyhogy ha Andorrában jövünk, akkor készüljünk fel rá, hogy azt fogják hinni, hogy mi háborúban állunk vagy álltunk Olaszországgal. Azt viszont azért valahogy kihámozták, hogy Oroszországgal legalábbis konfliktusos a viszonyunk. Annyira kiegyensúlyozott volt ez a társhercegi rendszer, hogy hosszú évszázadokon keresztül nem is volt rombviszály, míg nem a 30-as években, az 1930-as években egy orosz fehérgárdista ki nem kiáltatta magát itt fejedelemnek, és onnantól kezdve úgy járkált itt Andorra utcáin, mint egy fejedelem. Egészen addig, ameddig az urgeri püspök rá nem unt erre, ugye ő volt az egyik társherceg, és ide nem küldött néhány spanyol csendőrt, akik aztán kirúgták a szerencsétlen orosz az országból. De tegyük hozzá, hogy ő hosszú éveken keresztül garázdálkodhatott itt, annélkül, hogy az bárkit különösebben megzavart volna. Szóval azért jó jellemző, hogy mennyire ragaszkodnak vasmarokkal a környező országok ahhoz, hogy Andorra fölött társhercegek lehessenek. Hát amikor elintéztek minden más ügyet, ami ugye folyamatban volt, mindenre pecsétet nyomtak, kialudták magukat, részt vettek minden nyaraláson, amin akartak, és eltett néhány év, és újra beugrott nekik, hogy hoppá, valaki éppen bitorolja az andorrai trónt, na akkor küldtek ide néhány csendőrt, és hát ezt azért 20-30 emberrel le is lehetett rendezni ezt a konfliktust, ami az egyik legnagyobb politikai konfliktus volt Andorra történelmében. Andorra egyébként nagyjából ennyi. Még mindig kedvező áron kínált mindenféle termékek, patakok, hegyek, zergék, közepesen hangulatos kis utcák. Biztosan nem bánod meg, ha egyszer eljössz ide, de nagy kitérőt azért nem ért, csak akkor csekkolt, ha tényleg a környéken jársz. És a környéket nem úgy értem, hogy néhány órányira Barcelonában, hanem mondjuk 10-20 kilométerre innen. Most tovább garázdálkodunk a környéken. Lássuk Katalónia egyik titkos favoritját, legszebb kis városát. Egyik legnagyobb katalán város, 100 000-en laknak benne, és körülbelül úgy néz ki, mint a, nem is tudom, Firenzének, Velencének és egy random spanyol városnak lenne a szerelem gyereke. A város történelme egyébként igen-igen gazdag, eredetileg a vizigótok laktak itt, aztán őket elzavarták a mórok, aztán elzavarták a mórokat, és ez néhány száz évig tartott, és körülbelül az 1000-es évek közepére, tehát 1050 környékén sikerült teljesen felszabadítani a várost, ahol igen gazdag kulturális élet folyt, míg nem az 1400-as évek végén ki nem paterolták innen a zsidóságot, akiknek egyébként egy nagyon fontos iskolájuk is volt a közelben. A város maga rengeteg háborúnak meg csatának volt a helyszíne, több tucat háború folyt itt a környéken. Például Napóleon is eljutott még idáig, és egy időben 35 000 katonáját állomásoztatta a környéken. Akkor történt az is, hogy a mögöttem látható egyébként mór alapokra épített gótikus templomnak szétlőtték a homlokzatát, amiatt egy kicsit kevésbé díszes, mint amilyen eredetileg volt. De az a lényeg, hogy ez a helyszín ez mindig is egy nagyon fontos része volt a spanyol történelemnek, fontosabban a katalán történelemnek. Spanyol hagyomány az, hogy a király elsőszülött fia lesz a város hercege, egyébként ez most is így van, tehát a mostani király elsőszülött fia, Girona hercege. És ami még nagyon érdekes, az a hőmérséklet, ami roppant mód ideális, télen -5-10 fok is lehet, nyáron meg 30-40 fok, mondjuk ez már Magyarországon is egyre inkább igaz, és hát ez ugye a tökéletes hőingadozás ahhoz, hogy a házak azok porrá májanak nagyon-nagyon gyorsan. Viszont csodálatos az egész, és ugye nyilvánvalóan a legismertebb része az ez a folyópart, ami két oldalról úgy beépült, mint nem is tudom, hogy van-e bármi, ami így épült be volna két oldalról, de borzasztó jól néz ki, hogy a házak itt kibukkantak a folyópart mentén, kicsit talán firenzés, és hát rengeteg szűk kis utcát találunk, és például azért is nagyon érdemes eljönni Barcelonából ilyen kisebb városokban, mint Girona, mert itt egy kicsit jobban át tudjuk érezni, hogy milyenek a régi katalán hagyományok, ugye kevésbé globalizált ez a város, kevésbé jön szembe minden sarkon egy McDonald's, Barcelona is egy szuper hely, viszont ahhoz, hogy igazán átérezzük, hogy milyen lehet mondjuk egy katalán városban élni, ahhoz egy kicsit ki kell mozdulni, és hogyha ezt egyetlen órányi autó
tájékozással megtehetjük, akkor ennél sokkal jobb helyszínt nem is találhatunk erre. És az a helyzet, hogy iszonyú hangulatos, Robi. Mit gondolsz Gironáról? Forog? Nagyon jó, tényleg nagyon jól néz ki, nagyon cuki ez a készülődés, nem tudom, hogy mire készülnek, de nagyon-nagyon. Igen, minden tele van aggatva dolgokkal, esernyővel. Egymástól független dolgokkal, igen. Igaz? Mármint, hogy nem ugyanazzal van tele aggatva az egész város, de az látszik, hogy nagyon készülnek, és hogy nem mi vagyunk itt az egyetlen forgatócsoport, hanem nálunk sokkal hozzáértőbb és nagyobb emberek is kiérkeztek, igen, a helyszínre, ilyen 15 fős forgatócsapatok. Így van. De nagyon kedves kis hangulat. Igen, és egy kicsit busongunk is most Robival, mert az a helyzet, hogy megyünk tovább innen Barcelonába, és hogy annyira jó hely ez a Girona, hogy igazából itt kellene maradnunk. De nem tudunk, mert hogy dolgozunk kell tovább, hogy teljes képet alkossunk Barcelonáról, de azért meg aztán különösen fáj a szívünk, ugye mondjuk el, hogy Andorrában szálltunk meg, ahol de ehhez képest nincs semmi, az egy hangulattalan szar. Jó, most megsértettük fél Andorrát, de hogy... Konkrétan. De hogy erről van szó? Igen. Ezen kár szépíteni bármit. Igen, hogyha bármikor gondolkoznátok azon, hogy ha eljöttek a környékre, akkor inkább Andorra, amivel persze be lehet tipálni egy újabb országot, vagy inkább, igen, Robinak megtörtént, vagy inkább Girona, akkor 10-ből 10-szer ide gyertek, mert fantasztikus hely, szuper hangulattal, nagyon jó kis tapaszbárokkal, kis ligetekkel, folyóval, terekkel. Egy kis Firenze. Én is ezt mondtam, hogy egy kicsit Firenze, olyan, mint a Firenzének, Velencének és egy random spanyol városnak lenne a szerelem gyereke. És még mindig nem láttunk mindent, szóval, hogy elkeserítő. Ezeket a nyaralásokat sokkal jobban tervezétek meg, mint mi, mert eljöttök egy szuper kis helyre, de hát ezért csináljuk ugye ezt a videót, hogy most megmutassuk, hogy mennyivel jobban is el lehet tölteni ezt az időt, mint ahogy azt mi tettük. Mi felfedezzük nektek ezeket a helyszíneket, vágjuk az utat a macsetével a helyszínek dzsungelében, és a végén a tisztáson szépen végsétálva belovagoltok a célba. És tessék, ha valaki csak azért nem akart eljönni ebbe a városba, mert attól tartott volna, hogy nincsen várkapu, hát akkor örömmel jelentem, hogy de, baromira van. Egyébként az egész város, vagy legalábbis a város felső részének egy részét körbeveszi egy igen-igen vastag fal, ugye már említettem korábban, hogy mennyi háborút kellett elviselni a szegény Gironának, és ettől baromi jó lesz a kis település, szóval a várfal az, ugye, az mindig jó. Ne, a várfalnak lehet örülni, és hogyha ilyen erős bástyákkal kiegészített várfalak vannak az Ódonvárosmag körül, akkor az még többet dob ezen a helyszínen. Az igazság, hogy sok mondani való már nincsen, csak tovább akartam szomorkodni nektek arról, hogy miért kell innen elmennünk. A várfalakat egyébként még a római időkben kezdték el építeni, az időszámításunk előtti első évszázadban, aztán a 11. században szereltek rajta még elég sokat, majd a 16. századtól kezdve fokozatosan elvesztette jelentőségét, ahogy a város mindkét oldalról ráépült, de még ma is végig tudsz rajta sétálni, ha ilyesmire támadnak kedved. Amúgy meg úgyis az a lényeg, hogy egy szuper hangulatos kis katalán településről van szó, csodálatos utcákkal, belső udvarokkal, sikátorokkal és kivételes hangulattal. Mindenképp kötelező program, ha ráunsz Barcelona túlzott nyüzsgésére. Az úton csatornámra itt tudtok feliratkozni, hamarosan jövünk vissza újabb izgalmas izgalmakkal. Sziasztok! Engem kiraboltak. Halló Ádám, engem kiraboltak. Mi történt? Ellopták a jegyemet. Ott az utcán. Itt. Ember embernek farkasa. Így hogy megyünk be holnap a Casa Milába? 5 órát álltam a sorba a jegyért, csak hogy elkerüljük a sorokat. Miért álltál sorba? Miért nem vetted meg a jegyeket ezen az interneten? Ha megőrültél? Ez a város így is olyan drága, hogy kifordul a falat a szegény ember szájából, ha ugyan jut némi apró fogás valami sikátorban a gazdag emberek kidomott lakomájából. Ha kinek jut pénze még ezek után milliós internetköltségekre? De miért? A Vodafone Red EU csomagjaival ugyanúgy használhatod külföldön is a telefonodat, mint itthon, csak előveszed és internetezel. Megveheted a jegyeket is akár. Barátod, szerencsehoz szükség próbál. Három asszony egész vásár.